Készítettem egy videót azokról a gömbkihívásokról a Spyro 2-ben, amelyek a legnehezebbek voltak, 5 csillagosak, és oda kaptam egy hozzászólást, hogy kíváncsiak lennétek a további csillagos kihívásokra, és úgyhogy jöttem a fordítottjával annak a videónak, ezek a legegyszerűbbek 1 csillagos kihívások. Hát ez gondolható, hogy a játék elején lesz, ezért is jöttem ide az első pályára, a Glimmer című pályára, a magyarításban ez a Fénybánya című pálya, ahol van 2 darab kihívás is, mindjárt mutatom, csak összeszerek néhány lelket. Ugyanis az egyik kihívás itt van, ahova szükséges ez a kapu, ahhoz pedig le kell győzni ellenfeleket. Itt adja az egyiket Kanga a gyémántmetsző. Be kell kapcsolni akkor itt a lámpákat egy égetéssel. Tehát ez az egyes nehézségű szintű gömb kihívás. Képességkaput kell használni és meggyújtani a drágakő lámpákat. Ott van fent középen az a drágakő, az lesz aktiválva vele, viszont nekünk az ilyen kisebb lámpákat kell. Itt a lila színű, ott a piros színű, kék színű és így tovább. Vágjunk is bele. Egy szép kört tehetünk, és akkor meg is lehet egyszerre. Itt az első, második, és látható, hogy a fény akkor oda fel a középsőhöz el is indul. Szerintem nagyon szép. Opa, ki ne hagyd egyet, jaj, a zöldikém! Tehát a sárga után akkor menj ide a zöld felé, és ne hagyd ki, mint én, csak annyira kommentálom ezt a dolgot, hogy már el is néztem. Itt át lehet repülni ide a pirosért, és így teljes ez a feladat, és gyönyörű szépen teljesítettük ezt. Egy tündér adta ezt a gömböt Kangának, és akkor ide adja nekünk, mert a gyémántot jobban szereti, úgyhogy ez volt az a egyszerű gömb. Aztán ugyaninnen nyílik egy ilyen kis rejtett rész, ami egy kapu, tehát itt, ahol volt ez a lila lámpa, ott be tudunk jutni ide, és tudunk segíteni ennek a kis barátunknak, ugyanis ott van az a kis figura, aki kötekszik vele. Ez itt Bounce a drágakőmetsző. Ezek a kisgyíkok megették az egész gyémánt készletemet, mondja. Próbáltam őket köveket dobálni, túl gyorsak, de ő odaadja ide nekünk, és akkor eltalálhatjuk őket. Ez is egyes nehézségű szintű, vagyis hát akkor ezek szerint a legkönnyebb. Itt dob nekünk egy követ, ha oda megy Spyro, akkor szépen fogja és megeszi. Ott van így a szájában, tartja. És akkor hát először lehet csak a kör megnyomásával köpni, és akkor elég jól oda fog lőni úgy magától Spyro. Mehetünk tovább a következő gyíkhoz, mert 6 darabról van itt szó. Egy idő után pedig majd mondja Bounce, hogy most már használjuk a célzást. Tehát ez igazából egy ilyen kis tutoriálos dolog, hát hiszen az első pályáról van itt szó. Ide jövünk, megint dob egy követ, messzire tudok köpni, hogyha úgy a követ a számba vezem, így ott van, arra felé nézek, aztán nyomok egy kört, és el is löki odáig. Ez volt a második. Na itt már azért nem olyan egyszerű a dolog, ezért amit mondani fog nekünk a fenti gyíkhoz, hogy célozzunk, tehát ezzel tanít a játék a célzásra, megfogjuk, mert ha itt megnyomjuk a kört, akkor nem fogja eltalálni. Hogyha ugrunk és úgy, akkor elfogja, tehát itt se kell még, itt sem muszáj még a háromszöget, de egyébként meg fogom mutatni azt is, hogy milyen. Azt már az elsőnél is lehet használni, igazából játékos eldöntheti, hogy mikor hogyan használja. Itt viszont azért már nehezebb dolgunk van, hiszen odafent van az a gyík. Innen azért ugorva köpve nem tudjuk, úgyhogy ezt már én... Habár lehet a hídra, de szerintem felesleges úgy trükközni. Megnyomjuk a háromszöget, fölfelé célzunk, a célkeresztbe ott van a gyík, megnyomjuk a köpést és eltaláljuk, ez volt a negyedik. Utána ide visszajöttünk, és akkor miénk a következő kő, ott ugrálgat nekünk odafent. Most az a nehezítés itt már, hogy ott bal oldalon ugrál, és miután így hátra fordul, átmegy a jobb oldalra, és ott is táncol egy kicsit. Ez a nehezítés, hogy már itt mozgott. Aztán az utolsóhoz már ide fel kell ugrálnunk, és akkor oda fel kell figyelnünk. Ott egy kicsit táncol, aztán ott táncol bal szélen, utána pedig visszajön, és még jobb szélre is megy. Tehát 3 állapota van, ami között elég gyorsan váltakozik, hogy hol áll bal szél, közép vagy jobb szél, de ki lehet számítani, hogy hol lesz, becélozva lőni egyet, és meg is van 6x6, megmentettük a gyémánt készletét Bounce-nak, így ő ad egy ajándék gömböt. Ez az ilyen első pályánk, a további pályáknál pedig, ha elhiszitek, ha nem, mindegyik már legalább egyel nagyobb, tehát
a legegyszerűbb gömbkívások, ezek voltak, ez a kettő. Sőt, hát itt van egy harmadik is, a drága kőlámpák bent, már az is nehezebbnek számít, úgyhogy hát ez a videó ezt a kettőt tartalmazza. Itt lesznek a legnehezebbek, hogyha nem láttad volna, találkozunk legközelebb.